Idén januárban jelentették be, hogy 2024-ben bezárja kapuit az Electrolux nyíregyházi gyára, és 650 munkatársuk állása szűnik meg. Akkor szinte azonnal felvette a kapcsolatot Comba Sándor, a Vármegyéből származó foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a cég vezetőivel, hogy egyeztessen a munkáikat elvesztő dolgozók jövőjéről. Évközben kiderült, hogy a gyárépületet a hőszivattyúkat gyártó Quantum nevű svéd vállalat vásárolja meg, és a korábbi munkaerő nagy részét tudják alkalmazni. Comba Sándor úgy látja, sikerült kezelni a kérdést. Én itt viszonylag gyorsan jöttem is, és ugye hazai pályán mozgok, kíváncsi voltam, hogy mi történik. Hála jó Istennek az Electrolux abszolút korrekt módon állt ebben a helyzetben hozzá, és minden támogatást, amit megadhat a munkavállalóknak, megadott képzéssel, átképzéssel, és jóval több, hogy mondjam, juttatást ad, mint amennyit a munkatörvénykönyv vagy a kollektív szerződés egyébként neki előírna hivatalosan. De ami a legfontosabb az, hogy ugye új befektető érkezett, tehát tulajdonképpen, ha nem is azt a portfóliót, de valami hasonló portfólióval, ugye tehát a cég elkelt idézőjelben, mármint a terület, a telep, és létszámba is biztos vagyok benne, hogy az új cég is vesz fel majd embereket, de a térségben, aki akar dolgozni, azt gondolom, hogy fog tudni, mert az, aki egyébként munkahelyről munkahelyre kerül át, annak sokkal nagyobb esélye van, mint az, aki akár 4-5 éve regisztrált álláskeresőként próbál elhelyezkedni. Nyáron jelentették be, hogy 580 milliárd forintos befektetéssel akkumulátorgyárat épít Nyíregyházán a Sunvoda. Terveik szerint jövőre kezdődik el az építkezés, a gyártás pedig 2025-ben. Comba Sándor erre is alapozva úgy látja, kedvező lesz munkaügyi szempontból 2024. A következő év jobb lesz, mint az idei év volt, több szempontból is. Egyrészt ugye látjuk azt, hogy az idejévi infláció, sajnos bármennyire növekedtek a keresetek, ugye megette a reál kereset növekedést. A következő évben ugye most a minimálbér garantálbérumot már sikerült december 1-től emelni. Egész biztos, hogy reál kereset növekedés várható az országban is, és nyilván Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. Ezzel az átlagkeresetek is növekedni fognak, és azok a beruházások, amelyek most csőre vannak töltve, azok megindulnak ugye 24-ben, úgyhogy újabb munkalehetőségek kínálkoznak. A munkanélküliségi ráta jelentősen változott az elmúlt 15 évben. Míg 2008-ban 20% fölötti értékeket mért a Központi Statisztikai Hivatal, addig 2023-ban 8-9% közötti értéket regisztráltak. Ez a mérőszám azonban azt is jelzi, hogy még mindig van tartalék a vármegyei munkaerőpiacon.